Most akkor szeretettel üdvözlök mindenkit is. Hát a mai témánk az középkorban is nagyon húsba vágó volt, és hát a mi korunkban is bizony, hát egyre inkább húsba vágónak tűnik, ez pedig az iszlámnak a megjelenése, tanítása, működése, illetve még remélem, hogy a egy órába belefér aztán a keresztes hadjáratoknak a rövid fölvázolása is, ami ugye válaszként jelent meg az iszlám terjedésére. Hát akkor ugye mindnyájan már azért tudunk egymást erről, talán összefoglalóként ugye, hogy az iszlám vallás alapítója Mohamed Krisztus után 570 körül született Mekkában, tehát ő a legfiatalabb nagy vallás alapító. Korán árvaságra jutott, nagybátyja Abu Talib nevelte fel, és hát az életének első szakaszában tevehajcsárként, kereskedőként működött, sokat utazott, és ezeken az utazásain megismerkedett a kereszténységgel is, de úgy tűnik, hogy leginkább mindenféle nesztoriánus, meg egyéb eretnek formájában, ami később kihatása lesz az iszlámnak a tanítására is. 25 évesen feleségül vette a gazdag Hadidzsa özvegyet, aki munkaadója volt, és 40 éves korában volt része azokban a jelenésekben, amelyeket ő egy Dzsibril vagy Gábriel nevű angyalnak tulajdonított, és mondjuk elég érdekes egy angyali viselkedés, hogy folytogatni kezdte Mohamedet egy kendő segítségével, ugye, és arra próbálta rávenni erőszakkal, hogy ismételje utána az ő szavait, és hát ugye Mohamed írástudatlan volt, tehát lejegyezni nem tudta, viszont hát megjegyezte ezeket a szavakat, és ebből lett később a Korán, bár Mohamed halála után, ugye az ő követői állították össze, és ugye maga a Korán szó is annyit jelent, hogy recitáció, szavalás, tehát ezeket a szavakat szóban adta tovább Mohamed, és egyébként a muszlimok azt hiszik a Koránról, hogy ez ugye Isten szó szerint igéje, tehát Isten betűről diktálta, vagyis hogy tej közvetlenül Istentől származik, mindenféle emberi közbejövetelnél, emberi ugye együttműködés nélkül, és ezért tökéletes, hibátlan, és ugye különösen büszkék a Koránnak a nyelvezetére, a szókincsére, a dallamosságára, az irodalmi formájának a harmonikusságára, és azt mondják, hogy már puszta ez az irodalmi forma is bizonyítaná ennek a műnek az isteni eredetét. Egyébként a nyelve a klasszikus arab nyelv, amit nem használt egyetlen egy arab tör sem, tehát ez egy valamennyire mesterséges irodalmi nyelv, amit ugye kizárólag vallási célra használnak. És hát mivel, hogy ennyire közvetlenül Istennek, Allahnak tulajdonítják ezt a könyvet, ezért nem szabad ugye lefordítani, legalábbis liturgikus használatra mindig csak arabul szabad használni, és imádságra is csak ugye eredeti nyelven arabul lehet használni. Nos hát, Mohamed azért eleinte nem volt egészen biztos ennek a dolognak a tisztaságában, tehát lehetségesnek tartotta, hogy ez egy ördögi megtévesztés, és hát többen ezt sugalták neki, hiszen azt mondják, hogy ilyenkor halucinált, a tevéhez hasonlóan morgott, habzott a szája, és folyt róla az izzadság. Egy 8. századi keresztény író ezt epilepsziának tulajdonította, tehát epilepsziás rohamnak látta, azonban Mohamed felesége meggyőzte őt, hogy hát ez csak is Istennek az üzenete lehet, és Mohamed maga a proféták pecsétje, tehát az utolsó legnagyobb proféta, a korábbi profétákat Isten csak egy-egy ugye nemzetnek, egy-egy világrésznek küldte, de Mohamed az a proféta, akit az egész emberiségnek küldött Allah, Isten, ugye a végső és legtökéletesebb üzenettel. Egyébként hát a feleségének ez a győzködése megmentette Mohamedet az öngyilkosságtól is, mert hát ez is többször megfordult a fejében.
és elkezdte hirdetni ezt az új tanítást a mekkaiaknak, ugye szülővárosának lakóinak, akik ugye bálványimádó, több istenhívő arabok voltak. Azonban a mekkai időszakban csak körülbelül 150 követőt tudott összegyűjteni, és a mekkaiak végül is nagyon dühösek lettek, mert ugye Mohamed a szigorú egyisten hitet hirdette, tehát ugye az összes pogány istenről le kell mondani, és hát ott volt Mekkában ez a bizonyos ugye Kába kő is, ami már a pogány időszakban egy zarándokhely volt, akörül egy csodálatos vallásos turizmus virágzott, rengeteg ugye pogány bálvány, és hát ezt a bizniszt a Mohamed ige hirdetése tönkretette, tehát ugye valamiképpen ugye a gazdasági profitjukba is bele rontott, és ezért elűzték őt 622-ben a közeli városra, a Játribba, ami később Medina lett a proféta városa. Ez a 622-es menekvés, ez az úgynevezett hijra, vagy hegyra, ugye a Mohamed a Mohamedán időszámítás kezdete. Na most a ugye Medina időszakban Mohamed egy ilyen békés prófétából egy harcos politikussá és hadvezéré változott. Itt egy hatalmas sereget szervezett magának, és hát gyakorlatilag ugye például eleinte abban reménykedett, hogy majd a zsidók meg tudja nyerni az új tanításnak. A zsidók ennek ellenálltak, úgyhogy hát válaszul vérfürdőt rendezett, több száz ember torkát vágta el, lefejezte vagy megcsonkította őket, a nőket megerőszakolták és egész törzseket írtottak ki, tehát körülbelül 800 zsidó esett ennek áldozatul, és egyébként ezzel a újonnan alapított hadsereggel vagy rabló bandával tulajdonképpen a Mekkába tartó karavánok kifosztásából éltek, kirablásából éltek. Tehát itt már egy egészen másfajta harcos rablóvezér Mohameddel találkozunk, akinek most már 11-13 felesége volt, különböző források vannak. A leghíresebb a feleségei közül Aisha, akit 6 éves korában vett el, azonban a házasságot 9 éves korában hálták el, amikor Mohamed 53 éves volt. Na most, hogy ezt manapság hogyan neveznénk, ezt ugye mindnyájan tudjuk is, hogy ennek mi lenne a következménye, hogyha valaki erre vetemedne. Természetesen emellett még számtalan más mellékfelesége, ágyasa és női rabszolgája is volt, és hát ugye rendszeresen használta hatalmi eszközként a politikai gyilkosságot, ugye nem esett nehezére megszegni ígéreteit, amennyiben ebből előnye származott, és bizony halála lakolt az is, aki őt mondjuk kinevette, aki vele szembeszállt, vagy bármi módon ártott neki. Így megerősödve ezekkel a harcosokkal, Mohamed 630-ban megtámadta és elfoglalta Mekkát, ahol a legtöbben áttértek az iszlám hitre, többieket ugye hát kiirtotta, és hát szomszédos területeket is elfoglalt Arábiában. Aztán itt van az, itt történt az a legendás esemény is, amikor álmában egy Burák nevű csodaparipa hátán elutazott Jeruzsálembe, ugye tehát ez egy állambéli utazás volt, és hát onnan ugye a paripa elröptette őt a 7. mennyországig, ahol megmutatta neki a paradicsomot és a poklot, majd Mohamed visszatért Mekkába. Most ezt azért említem, mert ma ugye Jeruzsálem látképén az első, ami szembe tűnik, az az aranykupolás sziklamecset, és hát az alatt van az a kő, amelyen állítólag ugye látható ennek a paripának a lába, ugye patkója nyoma, és éppen ezért ez a mohamedánok számára szent hely, ugye Mekka és Medina után. Ugye hát szerencsétlenségre ez pont az a hely, ahol a ugye zsidóknak a temploma állott, tehát ugye ez egy állandó konfliktus forrás ez a hely is.
Mohamed 632-ben halt meg, magas láz következtében, és hát a történet szerint még halálos ágyán is megátkozta a keresztényeket és a zsidókat, akik nem akartak neki hinni, és hogy hát a keresztényekre külön haragudott azért, mert szerinte bálványimádó több istenhívők, hiszen Istennek, Allahnak nincs fia, és átkozott mindenki, aki ugye azt mondja, hogy Istennek fia lenne, vagy ugye, hogy több szeméből állna. Egyébként az, hogy eretnek is ilyen apokrif forrásokból ismerte a kereszténységet, ez abból is látszik, hogy ugye ő úgy gondolta, hogy a Szent Háromság az az Atya, a Fiú és Szűz Mária. Tehát ugye a Szent Lelket nem ismerte. Aztán hát például még ilyet is vallott, ugye azt tudjuk, hogy Jézus Krisztust elfogadja, mint prófétát, aki ugye szerinte Allah prófétája volt, aki meg is jövendölte előre Mohamednek az eljövetelét, akit ugye Mária szüzen szült, de szerinte nem halt kereszthalált, hiszen Istennek a prófétája azok legyőzhetetlenek, hanem helyette Júdást feszítették keresztre. Ugye ez megint csak egy eretnek szektának a tanítása, ugye a dokéták mondták azt, hogy mivel hogy Jézusnak nem volt valóságos emberi teste, csak látszateste, ezért nem is feszítették őt keresztre. Tehát látszik, hogy ilyen szinkretikus módon beemelt mindenféle ugye, egyéb elemet is a tanításba. Tehát a tanításának mik a lényeges pontjai? Az Isten, az Allah egyedülisége, nincs neki se fia, se társa, ugye nem kell közben járó Isten felé, hiszen ugye Isten végtelen távolságban van, ugye a Korán által kinyilatkoztatta az embereknek az akaratát, és ez az egyetlen mód, ahogy Istenhez közeledni lehet, tehát elutasítja az Isten emberhez való eljövetelének minden formáját, így a megtestesülés lehetőségét is elveti Mohamed. Allah egyébként tehát elérhetetlen messzeségben lakik, érzéketlen az emberi szükségek iránt, olykor, ha úgy tetszik neki, jó indulattal, szeretettel van az emberek iránt, máskor pedig gyűlölettel. Allah nem szereti azokat, akik elutasítják a hitet, és akik nem tartják meg a parancsait, és a mohamedánok számára is kötelesség, ugye szeretni azt, amit Allah szeret, és gyűlölni azt, amit Allah gyűlöl, így például azokat is, akik elutasítják Mohamedet és a Koránt. A hívőknek a legfőbb kötelessége az engedelmesség és önmaguk alávetése. Az iszlám ezt jelenti, hogy alávetni magunkat Istennek, hiszen azért teremtette az embereket, hogy őt szolgálják. Ugye, hogy mennyire nem azonos az Korán istenképe mondjuk a Biblia istenképével, az abból is látszik, hogy Allahnak sokféle ugye, elnevezése közül ott van például a bánatot okozó, az ártó, a mindenkit kényszerre leigázó, a megalázó, a megszégyenítő, a haláltoztó, a bosszúálló, a megtorlás ura. Ez is ugye az Istennek a nevei közé tartozik. Aztán ugye hát Allah mindig is küldött az emberekhez prófétákat, ilyenek voltak Ádám, Lót, Noé, Mózes, Dávid és Jézus. Mohamed ugye a legnagyobb, a próféták pecsétje, aki egyedül rendelkezett egyetemes küldetéssel. És habár ugye az ószövetségi prófétákat is magát Jézust elfogadja Mohamed, de szerinte az ő üzenetüket a keresztények és a zsidók annyira eltorzították, hogy a Biblia nem tekinthető hiteles ugye, kinyilatkoztatásnak. És ugye nagyon érdekes, hogy ugye Ábrahám, akit ők Ibrahimnak mondanak, maga is Allah prófétája is küldötte volt, ő volt az első muszlim, és szerinte ugye ő hozta létre a Kába szentélyét, ő alapította meg a mekkai zarándoklatot, és tulajdonképpen Mohamed nem tett más, mint visszavezette az emberiséget Ábrahám eredeti tiszta Isten hitéhez is, és kultuszához. Tehát mivel, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, így tagadja az engesztelés és a megváltás szükségességét is, ugye Mohamed, ami viszont a kereszténységnek az alaptanítása.
Igen, a Korán mellett egyébként két másik gyűjtemény is van, ami az iszlámnak a szent könyvei közé tartozik. Tehát a Korán az csak egy harmada gyakorlatilag a Mohamedán úgymond szentírásoknak, hanem mellette van az úgynevezett szunna is, vagyis a szent hagyomány, ami két könyvből áll. Az egyik ugye az az úgynevezett hadith, ami Mohamednek a törvényeit, beszédeit tartalmazza, és van az úgynevezett szírá, ami Mohamednek az életéről beszél, mégpedig olyan pontossággal, hogy azt is tudjuk, hogy hogyan tisztította a fogait, hogy melyik cipőt vette föl először, és hát a mohamedánok azok szó szerint próbálják ezeket az apróságokat is leutánozni, sőt Mohamednek a külalakját is, mondjuk ez a szakállas, ugye olyan tipikus arab kinézet, ugye ez hát benne van ezekben a szent könyvekben is, hát Mohamednek a öltözködését, szakálviseletét, ruházatát próbálják valahogy leutánozni. Igen, tehát ezek az egyéb könyvek a Koránon túl, ezek a 9. századig keletkeztek, tehát jó 200 évvel Mohamed halála után, és tudjuk, hogy ugye maga a Korán is, tehát szóbeli hagyományon alapszik, tehát Mohamed halála után jó pár évvel kezdték lejegyezni az ő követői. A mohamedán hitre jellemző a hit az angyalokban, tehát ugye a legfőbb, leghatalmasabb angyal ez a bizonyos Zsibril vagy Gábriel, aki a Korán sugalta, és ugye a mi Luciferünknek felelne meg az Iblis angyal, aki fellázadt Allah ellen, amikor az nem hajolt meg Ádám előtt, és ezért a többi gonosz lélek élén bűnre csábítja az embereket. Tehát ez nagyjából az angyalok bukás felelne meg ez a történet. Hisznek a mohamedánok a végső napban, az ítélet napjában, amikor Allah minden embert megítél, a jó embereket a kertekbe, a paradicsomba küldi, ahol testi gyönyörök is élvezetek várnak rá, tehát semmiféle spirituális jellege nincs a mennyországnak, hanem testi élvezeteknek a bősége. Ugye férfiakra, szüzeknek a garmada vár, akik ugye érzéki élvezetekben részesítik őket, különösen a harcosokat, akik ugye a dzsihád folyamán az iszlámért adták életüket, a rosszak pedig örök tűzbe jutnak. Nagyon hasonló a kálvini eleve elrendeléshez a mohamedán fölfogás is, hogy minden jó és minden rossz eleve el van rendelve. Öröktől fogva ezeket Allah meghatározta, determinálta, az ember semmit nem változtat rajta, tehát a jó és a rossz dolgok egyaránt Allah akaratának az eredményei, tehát a muszlimok fatalisták, hisznek a vaksorsban, amit semmi és senki nem tud megváltoztatni. Tehát nagyon erős ez a fajta félelem Allahnak a könyörtelen ugye, akaratát. Aztán egy nagyon érdekes, és itt ajánlom, akik bőven érdeklődnek a téma iránt, a Sharia törvény nem muzulmánoknak című kis füzet. Ugye tehát a Sharia az az összes muszlim ugye, jogelőírásnak a gyűjteménye, ami szerves része az iszlámnak, tehát azért az iszlámról sokszor nyugaton úgy gondolkodnak, mint egy vallásról, egy világvallásról, pedig hát valójában ez egyúttal egy politikai rendszer, egy kultúra, egy életfilozófia is, tehát nem lehet elválasztani a vallást a politikai részétől, vagyis hát egy civil törvény is tartozik, vagyis olyan törvény tartozik hozzá, ami vallási törvény, de meghatározza a civil életnek is minden részletét, a közjogot is meghatározza, és ez a törvény a Sharia, ami ugye teljesen isteni eredetű, tehát tévedhetetlen és megváltoztathatatlan, és minden emberre kötelező, tehát nem csak a muszlimokra nézve.
Ugye egy katolikusnak nem jutna eszébe, hogy a kánonjog előírásait azt ugye mondjuk nem katolikusokra alkalmazza. Vagy például még hát a zsidó se gondolja azt, hogy a haláká, ugye a zsidó szokásjog vagy törvény, az ugye nem zsidókat is kötelezne, de bizony a sária az minden emberi lényre egyaránt vonatkozik, az egész földkerekségen. És hát éppen ezért érdemes tudni, hogy mi is van benne. Ez a könyv azért jó, mert nem egyszerűen egy ilyen propaganda irat, mondhatná valaki, hogy hát most itten befeketíti az iszlámot mindenféle előítéletek nyomán, mert hiszen idézi pontosan a megfelelő könyvekből az ide vonatkozó részeket. Hát például ugye érdekes, hogy ma a nyugatnak a legliberálisabb, legúgymond progresszívabb ideológusai, filozófusai, mintha szövetségre lépnének a radikális iszlámmal, pedig nem gondolnak arra, hogyha mondjuk itt a keresztény kultúra nyomait ugye leváltaná a sária törvényről, akkor ez milyen következményekkel járna. Például a nőkre nézve. Egyértelműen a sária szerint Allah a férfiakat felsőbbrendűnek teremtette, tehát a nők azok a férfinak a tulajdonai, tehát nem lehet önálló akarata egy nőnek. A nő akkor jó, ha szófogadó, őrzi a mások számára láthatatlan testrészeit, ugye illetéktelen tekintetektől. A lázadónak tűnő nőket először meg kell inteni, utána a férjük ugye utasítsa őket ki az ágyából, vagyis ugye a testi kapcsolatot tagadja meg tőlük, ha pedig ez nem segít, akkor verje meg őket. És Mohamed proféta szerint egyetlen egy muszlim férfitől sem lehet számon kérni, vagy felelősségre vonni, hogy miért veri a feleségét. Na most ugye hát ez nagyon érdekes, hogy vannak ilyen egyéb finomítások, hogy például nem az a kérdés, hogy verheti a feleségét, de azért nem mindegy, hogy hogyan veri, mert azért kerülje el a zúzódást, a csönt, a csonttörést vagy a vérzést. Tehát ezeket nem kell megtenni, hanem hát egy kicsit enyhében intse meg a feleségét. Aztán például nagyon érdekes, hogy Mohamed szerint, mivel hogy a nők intellektuálisan, erkölcsileg is, vallásilag is, ugye, hát, hogy mondjam, alacsonyabb rendűek, ezért a pokolra jutottak többsége is nő szerinte. Továbbá az is érdekes, hogy a nő erőszakos halálakor vagy sérülésekor a fizetendő kártérítés fele annyi, mint amennyit egy férfi áldozatért kellene fizetni. A bíróságon a nőnek a vallomása az fele annyit ér, mint a férfié, tehát ugye éppen ezért mondjuk dupla annyi női tanút kell biztosítani, hogyha ugye tanúskodni kell. Az örökség elosztásakor a fiúgyermek két annyi részt kap, mint a lány testvérei. A tevék, a rabszolgák és a nők azok egyenértékűek ugye az iszlám jogban. Aztán például, és mondjuk a nőknek a vallási alsóbb rendűségét azzal indokolja a sária, hogy például a havi vérzés alatt a nők nem imádkozhatnak és nem böjtölhetnek, tehát ők ugye vallásilag nem eléggé vallásosak. Ugye? Hát ez is, hogy nem imádkozhatnak és nem böjtölhetnek ilyenkor, ez is egy ilyen ugye muszlim törvény. Aztán például ugye az iszlámban törvény ugye a körülmetélés is, mégpedig nem úgy, mint a zsidóknál, hogy a fiúkat ugye 8 napos korukban, hanem ez a serdülőkor elején történik, de a nőknek a körülmetélése is kötelező, ami hát tudjuk ugye, hogy egy súlyos csonkítás és egy nagyon komoly testi sértés, sokkal komolyabb, mint a fiúk esetében ugye. Aztán ugye a házasság törésnek a büntetése az a megkövezés, tehát a férfi minden következmények nélkül ugye megöl
megölheti a hűtlen feleséget, azzal a könnyítéssel, hogyha a nő gyermeket vár, akkor meg kell várni a szülést, esetleg amíg a gyermeket még szoptatja, addig még el lehet odázni a megkövezést, de utána végre kell hajtani a büntetést. Ugyanígy ugye például a becsületgyilkosságot is megengedhetőnek tartja a sária, hiszen ugye hát a férfinak a féltékenységét, a büszkeségét azt ilyen módon is tiszteletben kell tartani. A férj megtilthatja feleségének, hogy elhagyja a házat, habár mondjuk, hogyha valamelyik közeli rokona meghal, akkor ajánlatos őt elengedni a temetésre. Ugye, tehát de az se kötelező. A nő sohasem utasíthatja el a férjének a testi közeledését, bármikor, bármilyen helyzetben azonnal teljesítenie kell a férjének a vágyait, ha pedig nem teszi ezt meg, akkor az angyalok éjjel megátkozzák őt. Hát ennyi a nőkről. Nézzük, hogy mi a helyzet a nem muszlimokkal, az úgynevezett kafirokkal. Tehát a kafir az az ember, aki Allah irgalmának elhárítója, az igazság elfedője, vagyis ugye az, aki elutasítja a mohamedi kinyilatkoztatást, nem egyszerűen hitetlen, mert az ugye semleges valamiképpen, hát valaki hitetlen. De mondjuk ez egy kifejezetten negatív, pejoratív kifejezés, olyan, mint mondjuk a magyar gyaur. A Koránnak nagyon nagy része, 64%-a a kafirokról, a nem muszlimokról szól, és bizony hát egyáltalán nem pozitív környezetben. Tehát azt mondja, hogy a kafirokkal szemben hajthatatlannak kell lenni, utálni kell őket, keményen fel kell lépni ellenük, amíg nem fogadják el a legmagasabb Allah által kirót sorsot. Allah gyűlöli a kafirokat, tehát az ő híve is gyűlölik. Nem engedélyezett alamizsnát adni egy kafirnak, egy nem muszlimnak. Ha a csatamezőn találkoztok kafirokkal, vágjátok le a fejüket, míg fölénesen le nem győztétek őket, majd fogjátok a rabokat, és szorosan kötözzétek meg őket. Én veletek leszek a csatában, le fogom vágni a kafirok fejét, és az ujjuk hegyét is. Tehát ugye ez vár a nem muszlimokra. A muszlimok ne barátkozzanak kafirokkal, vagyis nem muszlimokkal, mert különben elveszítik Allah védelmét. Na most a kafirokon belül van egy külön csoport, ezek az úgynevezett dimmik, vagyis a könyv népei. Ugye a könyv az a kinyilatkoztatott könyveket jelenti, vagyis a Tórát, illetve az evangéliumot. Tehát a zsidók és a keresztények azok a könyv népei. A hitetleneken belül egy külön csoportot, a dimmiket alkotják, ugye, és hát ezeknek van egy opciójuk, tehát hogyha nem akarják elfogadni az iszlámot, akkor nem kell föltétlenül halállal lakolniuk, mint a többi hitetlennek, hanem lehetőség van arra, hogy adót fizessenek, az úgynevezett dzsizját, a védelmi adót a muszlimoknak, ami 50% a vagyonból is a bevételből, és ugye ennek kapcsán hát bizonyos jogokat élveznek. Na most ugye, hogy ezek mennyire korlátozott jogok, ez abból is látszik, hogy itt idézi ez a könyv az egyik ilyen szerződést, hogy azt mondja, hogy a keresztények nem építhetnek, még így sem, új kolostorokat, új templomokat, nem újíthatják fel a már meglévő ugye templomaikat. Ezen kívül, ha egy muszlim arra jár, 3 napig élelmet és szállást kell, hogy biztosítsanak minden muszlim számára. Nem téríthetnek meg senkit a saját vallásukra, tehát ez halállal büntetendő. Saját rokonaikat nem tarthatják vissza, ha át akarnak térni a muszlim vallásra. Mindenhol ülőhelyüket át kell, hogy engedjék a muszlimoknak. A bíróságon nem tanúskodhatnak, tehát ha valami jogtalanság éri őket, nem folyamodhatnak muszlim bírósághoz. Nem használhatnak és nem viselhetnek fegyvert, nem ülhetnek nyeregbe, nem árusíthatnak erjesztett italokat, vagyis alkoholt, továbbá megkülönböztetett ruhát kell viselniük, széles sárga ruhaszövetből készült övet, amit csuklójuk köré kötnek.
Tehát ez a bizonyos sárga ruhadarab megkülönböztető használata, az máshonnan is ismerős ugye a történelemből. Aztán ugye nem mutathatják a keresztjeiket vagy szent könyveiket muzulmánoknak, harangjaikat csak nagyon halkan használhatják, amikor halottaikat kísérik, hangjukat nem emelhetik fel, házaikat nem építhetik a muszlim házaknál magasabbra, és például természetes, hogyha vegyes házasságra kerül sor, akkor a keresztény félnek át kell térni a muszlim hitre, és a gyerekek is mind kizárólag ugye muszlimok lehetnek, és ez mind ugye halálbüntetés terve alatt kötelező. Tehát ugye, és ez egy privilégium, tehát hogy az életüket megmenthetik, és bizonyos szinten gyakorolhatják a vallásukat, de hát az biztos, hogy tartósan ugye a kereszténység nem tudott megmaradni, és nem tudott prosperálni muszlim uralom alatt ilyen körülmények, ilyen megalázó ugye körülmények között. A dzsihád még egy nagyon fontos elem, ugye hát a muszlim vallásnak az öt alappillére, ugye a hitvallás, tehát úgy lehet valaki muszlimmá, hogy elmondja egyszerűen azt a hitvallást, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohamed az ő prófétája. Ez elegendő, hogy valaki muszlimnak számítson. Utána ugye a napi öt ima, amire figyelmeztet mindig a müezin, ugye a mináret toronyból, azután ugye ott van a ramadán, a böjti hónap, ami ugye mivel, hogy ők holdnaptárat használnak, ezért mindig a évnek más időszakára esik ez a böjti hónap, és ugye úgy történik, hogy napkeltétől napnyugtáig semmit nem szabad fogyasztani, sem ételt, sem italt, és hát ugye napnyugtakor viszont be lehet pótolni a hiányt. Aztán ott van az alamizsna, ami ugye csak muszlimokra vonatkozik, tehát ugye nem muszlimoknak nem lehet, és nem is kell adni alamizsnát. Azután ugye a hajj, a zarándoklat, tehát az életben egyszer el kell zarándokolni Mekkába, a fekete kőhöz, a Kábához, és hát ide tartozik a dzsihád is, ami ugye szó szerint nem szent háború, hanem igyekezet, és egyesek ugye ezt úgy magyarázzák, hogy hát valójában arról van szó, hogy ugye egy aszkézist jelent, egy belső erőfeszítést önmagunk tökéletesítésére, holott ugye hát ez a belső erőfeszítés, ez nagyon sokszor ugye átcsap fizikai erőszakra, és tényleges fegyveres háborúra, és hát valójában ugye a Korán egyértelműen utasítást ad, hogy azt mondja, a kafírok ellen előíratott nektek a harc, és ha hátat fordítanak nektek, akkor találjátok meg őket, öljétek meg őket, ahol csak rájuk akadtok. Az egész világ be kell, hogy hódoljon az iszlámnak, és addig kell harcolni, amíg ez be nem következik. Azt mondja a Korán, hogy egy nap vagy egy éj eltöltése a dzsiháddal nagyszerűbb, mint az egész föld és minden, ami rajta van. Tehát ugye a dzsihád kötelessége a muszlim közösségnek, továbbá minden épp elméjű, épp testvérű férfinak, aki már elérte a serdülőkort, és ugye aki a dzsihádban meghal, az a legtökéletesebb, legmagasabb ugye paradicsomi jutalmat kapja, mindazok rabszolgái lesznek majd a túlvilágon, akiket megölt a szent háború alatt, és hát a muszlim közösség mindvégig majd ugye gondoskodik az ő családjáról, özvegyéről, gyermekeiről. Továbbá, aki felfegyverez egy dzsihadistát, ugyanazt a jutalmat kapja, mint egy harcos. Ugyanígy, aki ellátja egy ilyen szent harcos hozzátartozóit is. Erről van itt szó. Egyébként egy kafirtól, egy nem muszlimtól való lopás is dzsihádnak minősül, szent háborúnak, tehát akkor is, hogyha nincs háborús helyzet, mert hiszen megakadályoztuk őt valamiben. Továbbá a dzsihád alatt bátran, korlátozás nélkül lehet zsákmányt szerezni, és ezt a zsákmányt megtartani.
Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy nagyon sokan, amikor arról beszélnek, hogy az iszlám a béke vallása, amikor idéznek mindenféle ilyen békés passzusokat a Koránból, akkor mindig ugye a mekkai szakaszból származó részeket idézik, ami egy békés pacifista Mohamed szájából származik, de ez nem volt hatékony, hiszen 10 év alatt Mohamed ezzel a békés, békés ugye beszédjével csak kb. 150 ember tudott toborozni, bocsánat, tehát 150-et összesen 10 év alatt, viszont amikor Medinába átért a harcosabb stílusra, és hát ugye már a kardot is igénybe vette a ugye hittérítés során, hát akkor bizony 13 év alatt körülbelül hát ugye 23 ezer ember csatlakozott hozzá, tehát az iszlám mint vallás nem nagyon tudott terjeszkedni pusztán vallási fegyverekkel, viszont a politikai és a katonai fegyverekkel sokkal hatékonyabb tudott terjeszkedni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az 1400 év alatt, amióta van iszlám, körülbelül 270 millió ember esett áldozatul a dzsihádnak, ebből keresztények 60 millióan, de érdekes, hogy legtöbben 120 millióan Afrikában ugye lettek áldozatok, és ezek nagy része muszlim, tehát nem csak a hitetlenek ellen kell harcolni, hanem a nem eléggé hívő, vagy másként hívő muszlimok ellen is. Úgyhogy hát gyakorlatilag a Mohamed utáni időszakban ennek köszönhetjük az iszlám elterjedését, hogy kegyetlen dzsihádot folytattak ugye az utódok is, úgyhogy eltűnt a, vagy ugye rostálódott a kereszténység a Közel-Keleten is, Észak-Afrikában is. Hát gondoljunk bele, hogy Szent Ágoston ugye Észak-Afrikában volt püspök, és az ő idejében ottan egy virágzó kereszténység, egy latin nyelvű kereszténység volt, és ugye gyakorlatilag az egyházatjáink, a legősibb keresztény ugye teológusaink jó, egy jelentős része észak-afrikai volt, és mi van most ott, ugye? Hát semmi kereszténység, tehát teljesen sikerült kiirtani. Tehát a teljes behódolás követelése az a jellemző. És ugye amikor még az iszlám valahol kisebbségben van, tehát amikor csak elkezdi valahol megvetni a lábát, akkor mindig ezeket a finomkodó, ezeket a békés tanításokat hozzák elő, dialógusra törekednek, valamiképpen ugye mutatják azt, hogy az iszlám a békevallása. Aztán ugye szépen lassan kezdődnek a követelőzések, hogy hát akkor az iskolában is legyen lehetőség, hogy a muszlim gyerekek 5-ször naponta imádkozzanak. Akkor legyen szabad nap a muszlim ünnepeken. Akkor ugye legyen különleges ilyen halál étel, tehát ilyen speciálisan előkészített étel a menzán. Aztán ugye, hát a ramadán alatt ne kelljen dolgozatot írni, mert a gyerekek ugye ki vannak fáradva, sok böjtöléstől, stb. És aztán, hogyha már ez is megtörtént, akkor a következő fokozat már az, hogy de akkor ti se egyetek disznóhúst, akkor ti is tartsátok meg a ramadán, akkor a ti asszonyaitok is öltözzenek ugye burkába, hidzsába, meg minden egyébe, tehát akkor addig megy a dolog, amíg teljesen be nem hódolnak a muszlim vallásnak és kultúrának, ugye? Tehát is ekkor, amikor már fölénybe került az iszlám, akkor jön elő a medidai erőszak, szakos, harcos iszlám, és hát a dzsihád, ami addig nem nyugszik, amíg az egész ugye föld nem lesz a sária, és ezáltal Allah uralma alatt. Tehát itt nincs véleményszabadság, szólásszabadság, gondolatszabadság, sőt, nagyon érdekes például az etika, tehát hogy egy duális, kettős etika erkölcstan van. Tehát azt mondja, hogy egy muszlim egy másik muszlimnak sohasem hazudhat, mert a testvére. Viszont egy kafírnak, vagy nem muszlimnak hazudhat akkor, hogyha ebből valami előnye származik.
Tehát azt mondja, hogy a dzsihád egyenlő a megtévesztéssel. Ezt a szent megtévesztést úgy hívják, hogy takia. Tehát a muzulmán jóléte érdekében, vagy hogy megmentse magát valami kellemetlen dologtól, hazudhat a nem muszlimoknak. Sőt, barátságot színlelhet, de valójában ugye, hogyha ténylegesen őszinte barátja egy nem muszlimnak, akkor elvesztíti Allah védelmét. Tehát ezt nem szabad megtennie. Azt mondja, hogy ha fogadalmat teszek, és később egy még jobb és méltóbb fogadalomra lelek, akkor nyugodtan módosíthatok az előző ígéretemet. Tehát nem kell mindvégig betartani a fogadalmat és az ígéretet. Igen, aztán nagyon érdekes ez is, hogy ugye például a rabszolgasság. A rabszolgasság az a mai napig létező valóság a muszlim földrészeken. Mohamednek magának is számtalan rabszolgája volt, nem hívő férfiakat ölt meg azért, hogy feleségeiket, gyermekeiket rabszolgává tehesse, rabszolgákat adott ajándékba, szexuális célból rabszolganőket adott körbe csaták után, nem tett semmit, miközben mások a rabszolgákat verték, osztozott a rabszolganőkkel történő erőszakos ugye közösülésben, rabszolgákat ejtett foglyul, hogy eladja őket, és így pénzt szerezzen a dzsihádhoz. Kedvenc ugye szexuális partnere egy fehér rabszolganő volt, aki gyermeket is szült neki. Az uralkodóktól is rabszolgákat kapott ajándékba, az ételt is rabszolgák készítették elő, rabszolga volt az orvosa, meg a szabója is ugye Mohamednek. Tehát gyakorlatilag ez a mai napig így van, a nem muszlim rabszolgát nem kell megszabadítani, tehát az egyáltalán nem ajánlatos az iszlámban, csak aki a muszlimmá vált rabszolgát fölszabadítja, az remélheti, hogy viszonzásul Allah is megszabadítja őt a pokol tüzétől. Igen, szóval aztán nagyon érdekes ez is, hogy hogyan áll hozzá az iszlám a művészetekhez. Minden zenei eszközt el kell pusztítani. Aki énekeseket hallgat, olmot fognak önteni a fülébe a túlvilágon. Tehát zene az abszolút tilos. A dalok képmutatást eredményeznek. Az egyetlen zene, ami megengedett, esküvőkön, csörgő dobokon játszani. Azonban másfajta zenei hangszer tilos. Ugyanúgy tilos ugye az ábrázoló művészet, például a képalkotás. Az angyalok nem lépnek be olyan házba, ahol kutyák vagy képek vannak, azt mondja Mohamed, és aki képeket készít, a végítélet napján addig fog szörnyű büntetésekben sínlődni a pokolban, amíg életet nem lehel abba a képbe, amit készített. Tehát ugye ez nem csak az emberi ábrázolásra vonatkozik, hanem bármilyen más képi ábrázolásra is, ugye tehát az eredeti tanítás szerint. Az irodalmi műveket szigorúan alá kell vetni a saria követeléseinek, és ugye Mohamed maga is megölette az olyan művészeket és értelmiségieket, akik az iszlámot bírálták vagy kigúnyolták. Érdekes a sária szerinti pénzügy is, tehát a muszlimoknak saját pénzügyi rendszerük van. A kamatot tiltják, azonban kerülőutat használnak föl arra, hogy elkerüljék a kamat fizetését, és ténylegesen egy bérbeadási költséget számolnak fel, ami sokkal több pénzzel jár, mint maga a kamat, hogyha tehát rendesen kamatot fizetnének. És ugye, hát ahogy mondtam, a zakátot, az alamizsnát, az csak kizárólag ugye muszlimoknak kell adni, másnak tilos. Igen, egyébként van egy érdekes kivétel, ez pedig az, hogy a muszlimok olyan területen élnek, ahol nem a saria uralkodik, nem muszlim többség van, ott meg van engedve, hogy ideiglenesen bekapcsolódjanak az adott ország pénzügyi rendszerébe, tehát a kamatfizetésbe is, vagy például, hogy a disznóhússal is érintkezzenek, vagy például, hogy mondjuk a ima időkben ne imádkozzanak, hanem elhalasszák az imádságot, tehát egy csomó engedmény és kedvezmény van, amit tehát kivételesen lehet alkalmazni, hogyha nem muszlim területen vannak, de ezt is csak addig, amíg ugye,
hát az iszlám nem győz azokon a területeken is. Még egy dolog, amit itt említeni kell, ugye iszlámmal kapcsolatban, ugye, hogy Mohamed halála után több ágra oszlik, két fő ága van az iszlámnak, a szunniták és a síták. Ez a 7. századtól megint elindul ez a szétválás. A szunniták, ugye a muszlimok 80%-át jelentik, ez az iszlámnak az ortodox, tehát igaz hitű ága, úgymond. A síták pedig 15%-ot tesznek ki, ezek a úgymond vadabbak. És ugye hát az ő egyik fő tanításuk az, hogy elismerik az úgynevezett imámokat. Ugye tehát ez volt a fő kérdés, hogy most Mohamed halála után kiveszi át az uralmat. Tehát olyan nincs, hogy egy egységes muszlim pápa, úgymond, aki az egészet irányítja. Tehát a szuniták azt mondták, hogy Mohamed után ugye választással választanak ugye kalifát. A kalifa az egyszer ugye világi is, hát vallási uralkodó is. A síták pedig azt mondják, hogy csak Ali a törvényes utód, aki Mohamed lányának, Fatimának volt a férje, és Ali örökösei azok az imámok, akik ugye irányítják az egész muszlim világot. Az imámok segítői pedig a mollák és az ajatollahok. Érdekes, hogy ez az utolsó imám, síta imám, aki ugye hát vérszégi leszármazás szerint volt imám, ugye 4 évesen, Krisztus után 872-ben eltűnt. És ugye ő a rejtőzködő imám, a Mahdi, akinek visszatérésével, tehát majd egyszer visszatér, mint egy ilyen visszatérő messiás, és akkor ugye megvalósul a földön az igazság és az egyenlőség. De amíg ez az imám vissza nem tér, addig a legkiválóbb emberek, a mudzsahídok vezetik a közösséget, és a legkiválóbb imám, és a legkiválóbb mudzsahíd veszi át az imám funkcióit. Tehát az imám Allah kiválasztottja, az Allah által sugalmazott vezető, tévedhetetlen és csalhatatlan, rendelkezik az univerzum és az isteni igazság tudásával, az imám cselekedete és parancsai, Allah cselekedete és parancsai, és ugye hát az ilyen imámok és ajatollahok között a egyik leghíresebb ugye a Khomeini ajatollah, aki tudjuk, hogy ugye milyen rendszert működtetett, és hogyan gyakorolta ezt az ő uralmát, ugye. Egyébként az imám gyakran jövendőmondással és okkult tevékenységgel lép kapcsolatba Allahhal, és hát ugye tehát ez a sítákra vonatkozik, és a síták között különösen tisztelettel tehát különösen jelentőséget kap a mártírság, a vértanúság, ami a legnagyobb dicsőség. És hát, hogyha a mai harcos iszlámról beszélünk, akkor még meg kell említeni az úgynevezett vahabitákat. Ez a 18. század közepén keletkezett ágazat, Mohamed ibn Abdel Wahhab alapította a szunnitizmuson belül, és ugye tehát ez egy olyan radikális irányzat, amely vissza akarja állítani az eredeti iszlámot, csak a Koránt és a Szunnát tekinti hiteles forrásnak, ezeket betű szerint értelmezi, és ezért nagyfokú fanatizmus jellemzi. Tehát ők például elítélték a szent helyek kultuszát, lerombolták sok szentnek tartott imám sírját, megrongáltak különböző szentélyeket az eredeti, ugye tiszta iszlám nevében, és hát ez a vahabita iszlám, a Szaúd-Arábia monarchia államvallása, és ez tulajdonképpen az alapja az Al-Qaida terrorszervezetnek, a mostani iszlám államnak is, és hát ennek a nagyon fanatikus és nagyon-nagyon harcias hódító iszlámnak, amivel nekünk most szembe kell néznünk Európában.